A Püspökladányi Tankerületi Központot tavaly júliusban hozták létre, beolvadt bele a Hajdúszoboszlai, a Püspökladányi, a Derecskei és a Berettyóújfalui járási tankerület. Már akkor meglepetést okozott a számunkra, amikor megjelent a közlönyben, hogy a központ az Püspökladányban fog megvalósulni, és nem Hajdúszoboszlón. Már akkor arról beszéltek a szakemberek, hogy ezzel akarják Hajdúszoboszló vezetését büntetni, mivel köztudottan nem kormánypárti Hajdúszoboszló vezetése. Majd ünnepélyes keretek között decemberben megnyitották az új Klik központot Berettyóújfaluban, és akkor senkinek nem tűnt fel, hogy amelyik épületben megnyitották ezt a központot, nem lesz alkalmas az épület a központ működtetésére. Majd februárban döbbenten vettük tudomásul, hogy nagy hirtelen elköltöztették a központot Berettyóújfaluba. Arról beszéltek a dolgozók, igaz, hogy nével senki nem merte vállalni, hogy egyetlen egy oka van, hogy ilyen hirtelen átköltöztek Berettyóújfaluba, hogy Berettyóújfalusi lakos a központ vezetője, és neki kényelmetlen volt nap mint nap kijárni Püspökladányba. Államtitkár írásba fordultam önhöz, és azt írta nekem, hogy a korábbi szabályozás szerint Püspökladányi székely épülete ugyanis nem volt alkalmas arra, hogy az engedélyezett létszám szerint minden kormánytisztviselő helyet kapjon. Államtitkár úr, látta ön ezt az épületet? Én láttam. Hát legalább hazugságot ne írjanak már le. Államtitkár úr azt írta, hogy most jobb helyzetbe kerültek a dolgozók, mert csak 5 püspökladányi dolgozó jár ki nap mint nap Berettyóújfaluba. Államtitkár úr, hányan mondtak fel amiatt a központban, mert a levele említi, hogy rákényszerültek arra a rossz közlekedési viszonyok miatt, hogy nem tudtak bejárni Berettyóújfaluba. Féligazságokat írt le, és hazugságokat a válaszában. Államtitkár úr, hogy nem vették észre, hogy az épület alkalmatlan önök szerint, és hány ember kényszerült felmondani amiatt, mert nem tud a munkába eljárni. Válom válaszát, államtitkár úr. Köszönöm. Képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsolj, államtitkár úr. Köszönöm szépen, hagyj olvasson fel még egyszer a kérdés címét. A tankereti vezető személy miatt költöztették el a Klebersberg központot Berettyóújfaluból Püspökladányba. Kérdőjel. A valóság az, hogy Püspökladányból költözött Berettyóújfaluba a tankerület, tehát már a címének a tényadata is pont fordítva igazak, de ez mutatja az MSZP-nek a pillanatnyi hozzáállását, hogyha Püspökladányból Berettyóújfaluba költözik, akkor is az ellen tiltakoznak, hogy Berettyóújfaluból Püspökladányba költözne. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy honnan hova költözik, az MSZP tiltakozni fog, és ezt még vastag betűvel címbe is szedi. Ugye nem mindegy képviselőasszony, hogy Botka László Szegedről töltött Budapestre, vagy Budapestről Szegedre. Ugye ott nem keverné össze valószínűleg, amikor a Fidesz-KDNP intézkedéséről van szó, akkor pedig teljesen mindegy, hogy honnan hova költözik, önök tiltakozni fognak. Nos, a Berettyóújfaluban működő tankereti központ munkatársainak a lakhelyét, ha végignézzük, öten laknak Püspökladányban, 12-en Berettyóújfaluban, és 6-an egyébként Hajdúszoboszlón. Tehát 2,5-szer annyi a Berettyóújfalusi lakos, és Berettyóújfaluban működik a tankerületi központ. Ha ön ezt nem tartja logikus lépésnek, hogyha 2,5-szer annyi dolgozó igényeit veszik figyelembe, akkor hát nem tudom, hogy önöknek mi a logikus, ráadásul Debrecenhez képest közelebb is van. Fölmondások, nem fölmondások. Egyetlen egy dolgozó van, aki egy másik köznevelési intézménybe ment át, és nem a fenntartónál dolgozik, hanem a köznevelési intézményben folytatja a munkáját. Püspökladányban jelenleg is egy kihelyezett iroda működik, hogy nyilvánvalóan akinek ott vannak ügyei, az ott tudja intézni, de az új helyen egy térítésmentes irodát kaptak, amely alkalmas a használatra, ezért az irodahelyiségért fizetni nem kell. A korábbi nem volt alkalmas arra, hogy ott hosszú távon Püspökladányban folytassa a tevékenységét ez a központ. Tehát tisztelt képviselőasszony, nem találtam olyan mondatot a felszólásában, amelynek valóság alapja lett volna.